Sült paprikás sonka zselé. A sonka főző levet langyosítsuk meg, és állandó keverés mellett adjuk hozzá a zselatint. Kislángon melegítsük tovább. Jöhet hozzá a felkockázott sonka vagy csülök, na és a sült paprika kocka. A csülköt adunk hozzá, fontos, hogy a zsíros részeket válasszuk le a főzés után, csak a száraz, ízletes falatokat tegyük bele. Összekavarjuk, és a háztartási fóliával kibélelt mély tálkába vagy őszgerinc formába szedjük. Hagyjuk szobahőmérsékletűre meghűlni, és egy éjszakára tegyük hideg helyre. Másnap óvatosan fordítsuk ki a formából, éles késsel szeleteljük, és tálaljuk pirítóssal vagy ropogós friss kenyérrel. A receptet megtaláljátok Max honlapján, link a videó leírásban. Jó étvágyat!